A Lehmann név szinte fogalomnak számít a triatlon sportban. Lehmann Tibor a 90-es évek egyik legmeghatározóbb triatlonistája volt, viszont most már edzőként dolgozik a két fia mellett, Bence és Csongor mellett, akik ugyancsak rendkívül tehetségesek, nemzetközileg is komoly eredményeik vannak már, viszont van, hogy néha egymás ellen is meg kell, hogy küzdjenek. Száma az úszás, olimpiai távon 1500 méter, sprint távon pedig 750 méter kell leúszni. Nem volt konkrét első találkozás így a sporttal, a triatlonnal, mert hogy hát úgymond beleszülettünk ebbe a dologba, apa révén már a legelső emlékeink között is ott van, már nagyon kiskorunktól kezdve szerves részét alkotta az életünknek. Később se lett kérdés, hogy mivel akarunk foglalkozni, mert egy olyan jó társaságba kerültünk be, olyan jó embereket ismertünk meg, hogy így benne maradtunk akaratlanul is. Nagyon különböző a két fiú személyisége is, meg a triatlonhoz való kötődése is. A Bence, ahogy személyiségből fakad, sokkal inkább érzelmi szálakon kötődik a triatlonhoz. Már egy éves korában, nyilván élményei alapján, másfél éves korában már versenyeket szervezett a kertben. De a Csongi nagyon sikerorientált, és a siker tartotta itt a triatlon sportágban, vagy azért lette komolyan. Nem. Igazán különül el a két dolog, hogy most akkor itthon vagyunk, és akkor ő az apukánk, vagy bent vagyunk a triatlon klubházba, és akkor ott csak edzünk, mert eléggé összetartozik ez a két dolog, szerintem nem is feltétlenül kell elválasztani őket, mert mint edző szerintem jobban tudunk úgy működni, hogyha szorosabb közöttünk a kapcsolat, és akkor apa és edző egyben. Ha egy versenyre elmegyünk, akkor is sokkal jobb, hogyha jön velünk, mint egy külső személy, mert sokkal jobban ismer, sokkal régebb óta ismer, és így mintha otthon lennénk egy külföldi versenyen is. Éppen a triatlon második száma. Ez olimpiai távú versenyen 40-es sprint távon pedig 20 km. Több mindent ad, mint amit elvesz. Nem is gondolom lemondásnak, mert eleve az egész életünket így éltük, úgyhogy nem tudjuk, hogy lehetne máshogy. Elég ilyen feszített tempóban telnek a napjaink, így a sport által elég sok dolgot be kell sűríteni emiatt a napba, és esetleg nem jut olyan dolgokra időnk, amire másoknak igen, ezt én nem lemondásként élem meg, mert nagyon sok pozitív dolgot emiatt kapunk. Sokan azt gondolják, hogy sportolunk, és akkor jól érezzük magunkat, de ez 24 órás munka, mert azért fekszel le mondjuk 10-kor, vagyha reggeltől kezd 9-kor, mert készülsz valamire. Szóval nem ér véget akkor, mikor lezuhanyzunk és kijövünk a klubházból, hanem ez folytatódik otthon is, folytatódik, mikor vacsorázunk, folytatódik reggel, úgyhogy... Nem hagyjuk ott, mint a munkát. Amikor nagyobbak lettek, az ifjúsági korosztályba értek, akkor azóta dolgozunk együtt. És nagyon sokan riogattak ezzel, hogy edző és szülő mennyi problémát fog felvetni ez a kettő szerep, és igazából nem tudom őket cáfolni. Tehát nem könnyíti meg a dolgot, viszont azt gondolom, hogy hatékonyá teszi a közelség miatt. Tehát minden rezdülésüket tudtam, hogy mit tettek, mennyit aludtak, ilyen egyszerű dolgoktól kezdve tudok elindulni, és így építettük fel az edzésüket, edzéstervüket. A triatlonban az utolsó sportág, az olimpiai távon 10 km-t, a sprint távon pedig 5 km-t kell teljesítenünk. És a futás is része a mindennapi edzéstermünknek. Hétköznapokban könnyebben megvalósul az egymás segítése, mint például egy verseny, mert ott is próbálkozunk, de ott elég szűk kereteken belül mozog ez a segítség, nem nagyon alakulnak ki viták közöttünk. Bár egy edzőtábor harmadik hetében, mikor már elég megfeszítetten edzünk, és már minden kis apróság fel tud bosszantani minket, akkor azért van, hogy van egy-egy nézeteltérés, de szerintem azokat is elég jól kezeljük, és nem egymáson vezetjük le a problémáinkat. A sikert azt nem tudom abban a pillanatban megélni, sem mint apa, sem mint edző, mert elég nagy feszültséggel dolgozunk, úgyhogy az később esik le. Nagyon mérges is vagyok magamra, mert nem tudom megélni azokat a pillanatokat, vagy esetleg már a következőn
gondolkozom, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy majd egy 70 éves koromban lesz valami óriási katarzis, de megérdemelnék ők is, hogy ott együtt ugráljunk, de nem vagyok az a típus sajnos.